Kedves nézőink, a következőkben a Szent István iskola bővítéséről, felújításáról láthatnak egy összeállítást. 300 millió forintot is meghaladó beruházás zajlik a Szent István király római katolikus általános iskolában. Az intézmény fenntartója a Veszprémi érsekség finanszírozásával. Ez az építkezés első üteme, amelynek a költségvetése eredetileg 250 millió forintot takart, de időközben az érsekség további összegeket biztosított a fejlesztéshez. A legutóbbi 42 millió forintos támogatásról szóló szerződést a múlt héten írta alá Márfi Gyula veszprémi érsek. A teljes építkezés költségvetése körülbelül 500 millió forintra tehető. Az épület terveit Ajka város főépítésze Hornyák Attila készítette el. Most már körvonalazódik az eddig csak látványterveken ábrázolt impozáns épület. Nagyon szép lesz, én úgy gondolom. Nagyon jó minőségű anyagokkal dolgoznak a vállalkozók is, úgyhogy szép lesz, egy impozáns épület lesz. Milyen nagyságrenddel bővül az iskola? Hát most jelenleg az első ütemben igazából tanterem tekintetében bővülésről nem igazán beszélhetünk, ugyanis a földszinti részt, hogyha ezt veszem alapul, akkor ott egy termet a faula zsibongó rész miatt feláldoztunk. Az más kérdés, hogy a tanáriból viszont egy nyelvi terem kerül kialakításra, tehát tulajdonképpen így egálba kerülünk a tantermek tekintetében. Viszont ugye tudni kell azt is, hogy teljes mértékben hátul a vizes blokkot is megújítjuk, sőt nem megújítjuk, hanem teljesen új vizes blokk kerül kialakításra, ennyivel bővül, illetve egy büfét építünk még az alsó szinten, ennyivel bővül tulajdonképpen az első ütemben az első szintnek a hát nem is az alapterület, hanem a termek száma. Az igazi bővülés az a következő ütemben fog majd megvalósulni, ahol a felső szinten 6 darab tanterem kerül kialakításra. Ebből egy speciális természettudományos tanterem lesz, ami speciális bútorokkal is lesz egyébként felszerelve. Ezen kívül ott is természetesen egy vizesblokk, illetve a teljes gazdasági és igazgatási rész kerül kialakításra gazdasági irodával, vezetői irodákkal, tanárival és mindennel, ami ilyenkor szükséges. Illetve még ehhez kapcsolódik az, hogy egy tágas folyosókat próbálunk építeni, ahol ilyen kis közösségi tereket is ki lehet alakítani, elkészül a lift is, úgyhogy igazából bővítésnek ez lesz a következő üteme. Annyi lehetőség majd azért a következő években még mindenképpen van, és egyébként erre is készen vannak a tervek, hogy amennyiben úgy alakul és a szükség úgy hozza, és az anyagi források is meglesznek, akkor a teljes tetőtér is beépítésre kerül, oda egy könyvtár van tervezve, és ha jól emlékszem, talán egy 4-5 tanterem, ami kialakítható a fenti részen. Várhatóan mikor költözhettek be a diákok az új épületbe? A költözés tekintetében most nem tudok pontos dátumot mondani, egy biztos, hogy az idei évben nem. Tehát, mint említettem, újabb 42 millió forint támogatást kaptunk, hál' Isten, az érsekségtől. Ez azt jelenti, hogy folytatjuk az építkezést. Ennek az új határideje, átadási határideje az január 30-a. Most ebből következik, hogy januári biztos, hogy nem fogunk tudni költözni. Akkor fogjuk majd meglátni, hogy ennek az építkezésnek a folytatása az hogyan történik. Én abban bízom egyébként, hogy tavasszal tudjuk folytatni az építkezést, és reményeim szerint itt a szeptember 1-i kezdésre egy teljesen kész, teljesen rendbe rakott épületet fogunk tudni átadni. Hogyan mutatkozik meg a bővítés a tanuló létszám tekintetében? Hát a tanuló létszám tekintetében talán annyiban jelent ez a bővítés fontosat, hogy most kényelmesen, nyugodt körülmények között tudjuk a gyerekeket elhelyezni. Tehát mindig is problémáink voltak egyébként, kevés volt a tanterem, keskenyek voltak a folyosók, zsufoltak voltunk. Most ez a probléma, ez megoldódik azzal, hogy ezt a fejlesztést, ezt meg tudjuk oldani. És főleg, hogyha szeptemberben tényleg készen leszünk ezzel az épülettel, akkor biztonságosan egy teljesen megújult épületbe tudjuk a gyerekeket elhelyezni. Az utóbbi évek azt mutatják, hogy egyre több és több gyerek választja a Szent István király római katolikus általános iskolát. Mennyivel több tanulót tud majd fogadni az intézmény, mint eddig? Hát igazából szeretnénk két osztályra beállni évfolyamonként. Azért ezt mindenképp szeretném leszögezni és hangsúlyosan megemlíteni, hogy nem célunk az, hogy magas osztálylétszámokkal és minél több gyereket vegyünk fel. Idén is lehet volna egyébként erre a lehetőség, mert rengetegen kerestek minket. Még az elmúlt hónapban is több szülő szerette volna idehozni a gyerekét felsőbb évfolyamoknál. Az a célunk, hogy egészséges 22-24 körüli létszámokra álljunk be,
és ez a fajta családias, falusias légkör, ami az iskolát azért jellemzi, ami az egyik vonzó szerintem az iskolában, mellett, hogy a keresztény értékrendet próbáljuk közvetíteni, ezt nem szeretnénk, hogyha elveszne, tehát megpróbáljuk megtalálni azt a mértéket is, hogy tényleg vonzóvá tegyük ezáltal is az intézményt. Változik-e a bővítéssel az iskola profilja? Hát az iskola profilja nem igazából változik, annyiban változik persze, azért természetesen, hogy a szaktantermek adta lehetőséget, azt mindenképp szeretnénk kihasználni, és azért akárhogy is, mivel több termünk van, azért nagyobbak lesznek a lehetőségeink a szakkörök tekintetében, mivel sajnos most ez is probléma volt többször, hogy a szakköröket hol tartsuk meg, tehát ide még az ebédlőben is tartottunk néptáncot, kézműves szakkört, ilyen szakkört, olyan szakkört. Ez most megoldódik, és ezzel szerintem az intézménynek a plusz profilját is, tehát a plusz lehetőségeket, a plusz délutáni lehetőségeket mindenképp tudjuk szerintem növelni és színesíteni. Reggel és délután nem egyszerű leparkolni az iskola környékén, terveznek-e esetleg parkoló bővítést vagy parkoló építést itt a környéken? Igen, mindenképp ezt is szeretnénk megoldani. Most ebben úgy néz ki, hogy a város is a segítségünkre lesz. A polgármester úr részéről van olyan ígéret, hogy amennyiben itt az iskola elkészül, akkor itt a Bajcsi utcai felüli részen a város részéről egy parkolóépítés kerül majd kialakításra. Természetesen az intézmény saját forrásból is szeretné ezt majd megoldani. Első lépésként azért tudni kell, hogy az épületnek kell elkészülnie, és utána szeretnénk ezt hozzászabni, tehát itt mindenképp szeretnénk azért türelmet kérni a szülőktől. Hál' Isten, ez a türelem úgy látszik, eddig még működött, de való igaz, hogy nem egyszer azért itt parkolni. Főleg, hogy most a Dobó-Katica utcai részen nem lehet megállni az építkezés miatt, ezt mindenképp meg fogjuk oldani.